Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Saruli strandon, és Kovács Sándor, már megyei közgyűlési elnökét szaván fogtuk, ugyanis decemberben ő azt mondta nekünk, hogy végig fogja kerékpározni a Tisza-tavat. Ez a mai alkalom meg is történt, mi is ez a mai alkalom pontosan? Hát még nem teljesen, még van egy kb. 10 km-es szakasz hátra, de Tiszafüred, Tiszaderzs, Abáczaló, Kisköre, Tiszainoka, és most már Sarun vagyunk érintésével, már majdnem körbekerékpároztuk a Tiszatavat, egy óra múlva megérkezünk Poroszlóra. Ma a Tiszató napja van. Heves megyei kollégámmal, Szabó Róbert elnök úrral kitaláltuk még a télen, hogy úgy hívjuk fel a Tiszatóra, a Tiszató értékeire az ország figyelmét, hogy szervezünk egy olyan programot, ami akár média érdeklődést is maga után tudhat, körbekerékpározzuk a Tiszatavat. És nagy örömmel szolgált, hogy szerintem kb. 40-50-en vagyunk ebbe a csapatba, akik körbekerékpározzuk, megálltunk a településeken, falvakon, ott helyi értékeket mutattak be, ételeket, gasztronómiai bemutatók voltak, helyi népművészek bemutatói, tehát egy nagyon értékes nap. Most a nap végén Poroszlón lesz egy sajtótájékoztató, ott egy tiszai halászlével és egy egri fehérborral fogjuk zárni a napot, hiszen azt is el akarjuk érni, hogy a tiszai halakhoz környékbeli borokat igyanak, és a környékbeli borok az egri borvidék a legközelebbi. Én most hirtelen nem emlékszem, hogy lett volna hasonló ilyen két megye közötti összefogás hasonló rendezvény a közelmúltban. Igen, a Tiszató különleges, hiszen két megyét köt össze, Jászlókoszolnok megyét és Heves megyét, és nagyon régen dolgozunk már a Tiszató fejlesztési programokon, és a Heves megyei kollégával mindenképpen közösen képviseljük a Tiszató és térségét, a Tiszató érdekeit, természetesen azokkal a szervezetekkel, horgászokkal, önkormányzatokkal, turisztikai cégekkel, környezetvédelmi szervezetekkel, akiknek érdeke és értéke a Tiszató. Korábban beszéltünk arról, hogy indulni fog a kerékpárút továbbépítése, és erről tudunk-e már valami konkrétumot mondani? Igen, ebben az évben indul az a rész, amely Poroszlót és Tiszafüredet köti össze, ezért is nem tudtuk teljes mértékben körbekerékpározni a Tiszatavat, hiszen a Tisza híd és az a szakaszon még hiányzik, körülbelül egy olyan 8 kilométeres szakasz. Ebben az évben elkezdődnek a munkálatok, és jövőre már, hogyha körbe fogjuk kerékpározni a Tiszatavat, mert azt beszéltük meg, hogy ebből hagyományt fogunk teremteni, akkor már ezt a Tiszafüred-Poroszló szakaszt is meg tudjuk tenni. Hát akkor a hátralévő néhány kilométer még kitartást kívánok, azt hiszem, hogy ez azért már játszom meg lesz. És hát úgy látom, hogy sokan vannak itt, tehát korosztályban és fiatalok, idősebbek. Úgy tudom, hogy a különböző megállóhelyeken, ahol megálltak, mindig voltak, akik csatlakoztak önökhöz, vagy futással, vagy kerékpárral. Itt is úgy tudom, hogy majd Poroszlón is lesz még erre lehetőség. Igen, gyermekek, iskolás gyermekek, staféta, váltófutást a tó körül, azokat szervezik, úgyhogy találkoztunk folyamatosan vele. Több településen Tiszaderzs polgármesterasszonya is csatlakozott hozzánk egy rövid szakaszon, Kisköre polgármesterasszonya is sokkal nagyobb szakaszon csatlakozott hozzám, tehát a települések vezetői is és a lakosai közül is sokan csatlakoznak kisebb, rövidebb részeken, de van köztünk olyan, aki már Tájföldre is elkerékpározott Magyarországról, tehát tényleg vegyes a csapat. Hát akkor én azt kívánom, hogy legyen ebből egy hagyomány, és akkor találkozzunk jövőre itt, amikor már talán végig lehet kerékpározni a Tiszatavat. Én is örülnék ennek, és biztatom a nézőket, hogy jövőre csatlakozzanak még többen, mert ez egy igazi, nagyon komoly élmény. Sajnos nem olyan nagy sportteljesítmény, mert nem megyünk gyorsan, több megálló van. Családi. Igen, de kirándulásnak, sportkirándulásnak egy csodálatos élmény. Köszönjük szépen, és jó utat kívánunk még. Köszönöm szépen. A Heves megyei közgyűlés elnöke Szabó Róbert is végigkerekezi ezt az utat. Miért tartotta fontosnak, hogy végigmenjen ezen a úton? Természetesnek tartottam, hogy én is csatlakozok ehhez a kezdeményezéshez. Nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet a Tiszatóra, mint turisztikai desztinációra. Én úgy gondolom, nagyon nagy lehetőség van ebben a térségben, a kerékpáros turizmus és az ökoturizmus területén. És hát most egy pályázat, sikeres pályázatnak köszönhetően bízom benne, hogy sikerül a körgyűrűt bezárni, és a Poroszló és Tiszafüred közötti eddig hiányzó kerékpárút szakaszt is el tudjuk készíteni, és akkor teljes lesz a kör a Tiszató körül. Én csak ajánlani tudom mindenkinek ezt a túrát, egyáltalán nem megerőltető, családosoknak is nagyszerű, a gyerekek is élvezik, úgyhogy tényleg ez egy nagyszerű és nagyon jó kiépített kerékpárút,
és hát ezzel az akció is, mint ahogy említettem, a figyelmet szeretnénk erre az útra felhívni, és magára a Tiszatóra. És egyébként máskor is végigment már, vagy most ennek a most elindított hagyománynak az első útjelzőnek is? Így a teljes szakaszt még nem teljesítettem, tehát még nem bicikliztem körbe a Tiszatavat, sőt, még most sem tudom magamról elmondani, mert még van 8 kilométer hátra van, de bízom benne, hogy ezt már sikerült teljesíteni. Itt az előbb már említettük megyei elnök úrral, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy két megye összefog és egy célért. Azt hiszem, hogy önök is itt hallottuk, hogy majd a bor népszerűsítése, hiszen itt azért a egri borokat mindenki ismeri, tehát ez is egy fontos, hogy kapcsolni egy kicsit ezeket a dolgokat egymáshoz. Természetesen, és maga a Tiszató helye elhelyezkedéséből adódóan sarkal az összefogásra, és ez a régió, ez a térség csak akkor tud sikeres lenni, ha össze tudunk kapaszkodni, és egy irányba tudunk menni. Hál' Istennek azt tudom mondani, hogy Jász Nagykun-Szolnok megyével és személyesen elnök úrral is nagyon jó szakmai kapcsolatot ápolunk, és közösen gondolkodunk abban, hogy hogyan is lehetne ezt a térséget fejleszteni, természetesen együtt a térség polgármestereivel. Hát akkor én azt kívánom, hogy legyen sikeres ez a 8 kilométer még, és akkor találkozunk jövőre, hiszen Kovács elnök úrral is abban maradtunk, hogy ez egy hagyomány lesz, és akkor jövőre már remélhetőleg teljesen még lehet kerekpározni az útvonalat. Hát bízunk benne, de ha teljesen nem is, ezt a részt biztos, hogy meg tudjuk tenni, és hát jövőre akkor találkozunk ugyanitt. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Sarudis Csandon, Gyöngy András intézményvezető vagy létesítményvezető fogadta a kerékpárosokat. Azt hiszem, hogy ez egy fontos lépés az önök életében is, hiszen nem volt még ilyen, hogy egy olyan bizottság érkezik, ahol két megyei önkormányzat elnöke is egyszerre teker végig ezen az úton. Igen, nyilván nagyon szurkoltunk. Elmúlt 10 évben gyakorlatilag folyamatosan ennek szurkoltunk. Azt gondolom, hogy ez egy jó példája annak, hogy talán a térségre most már rávilágítottunk ugye szemmel, tehát egy kicsit kiemelkedik most már a Tiszató is, mint régió, és talán most már tényleg régióként fog viselkedni az országban, ugye hiába 4 megye határán helyezkedik el, mégis egy egységet alkot. Ezért nagyon fontos véleményem szerint ez a mai nap. Mind a mellett nyilván, ugye, hogy jubilálunk minden évben, tehát ugye ünnepeljük a Tiszatónak a születésnapját, de a nagyon fontos az, hogy gondoljunk a jövőre, arra, hogy egy kerek egész egységként tudjon megjelenni a Tiszató, ugye a belföldi, akár külföldi piacokon is. És akkor egy picit a Sarudisról mit kell tudni, hiszen látjuk, hogy nagyon szép a kikötő, tehát érkeznek-e már a vendégek, vagy még azért a szezon nem nagyon, inkább majd később, amikor az iskolának vége van, akkor indul be jobban. Hát igazából rólunk azt érdemes, én azt gondolom tudni, hogy teljes mértékben egy ilyen családbarát komplexumot próbáltunk itt kiépíteni Sarudi vízporton, ami azt gondolom, hogy az elmúlt 10 évben sikerült is, tehát már a vendégészakáink száma is, illetve a látogatók száma is tükrözi ezt a dolgot. Alap profilunk egy ifjúsági táboroztatás, tehát ennek megfelelően vagyunk mindenféle szálláshelye, program lehetőséggel, egyéb szolgáltatásokkal felszerelve, de minden mellett nyilván fontos tényező mögöttem lévő Tiszató, ugye, egy olyan vízportunk van, ami sajátságos, egyedi, mondhatom ezt szerintem mindenféle kérkedés nélkül, és nagyon szeretik a családok. Tehát hozzánk valóban madárfütyű és a tücsökciripelés céljából érkeznek meg a vendégek, kisgyerekkel, nagygyerekkel és a többivel, ezért fontos szerintem, és hál' Istennek elmondhatom büszkén azt, hogy már a piacon egy pont lettünk a térképen is, nem pedig még csak kezdjük ott rajzolgatni a köreit, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Akkor jó munkát és sok-sok vendéget kívánunk önöknek erre a nyára. Nagyon szépen köszönöm, és úgy lesz, remélem.